Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt újra az NTGN Podcast, ezúttal is Külhoni beszélget Külhonival médiáról, határon túli sajtóról, példaképekről, jövőképről. Milán Kincső vagyok, és itt van velem Simon Dávid, kárpátaljai diákunk. Szia Dávid! Szia! Milyen gyerekkori emlékeid vannak rádióról, tévéről, így a Külhonnal kapcsolatban? Húha, hát először is az ugrik be nekem, hogy én voltam a távirányító otthon a családban, mert egyke voltam egy elég hosszú ideig, ugye a régi televíziókhoz még nem nagyon járt. Az a nagyon privitív távirányító sem, ami meg, megjelent először, úgyhogy én voltam a távirányító. Kárpátalján három csatorna volt, amire már én így emlékszem gyerekkoromból, az az m a TV2, illetve az RTL Klub, meg még nagy nehezen néha bejött a szlovák Markiza. Óha, jó, és, akkor egy kis felvidéki vonal is, oké. Okay. Igen, Meg néhány ukrán, illetve orosz adó, de azokat annyira nem néztük. Rádiót is hallgattunk, volt rádió természetesen, Kárpátalján is annyira nem voltunk, akkor sem elmaradottak, de... A rádióról olyan sok emlékem nem nagyon van. És az ukrán médiát akkor így a szüleid se szokták követni egy tájékozódás címszó alatt? Hát most már igen, de korábban nem volt jellemző, meg annyira nem is volt túlságosan ukrán média. A szüleim ugye Szovjetunióban nőttek fel, és ők inkább az orosz nyelvet beszélték, beszélik, és mondjuk nekem se tudtak segíteni az ukrán házi feladatokban, az általános iskolában. Szóval annyira az ukrán nyelvű média követése sem volt jellemző a családunkra, de ez a magyar lakta falvak településein többnyire szintén jellemző volt más családokra is. Suliban egyébként volt valami olyan jellegű tapasztalatod, ami így az NTGN felé sodort aztán később, hogy akár mondjuk egy suli rádió, vagy valami tévés gyakorlat, vagy hogy mi a kapcsolódásod így ehhez, hogy a tévés képzésen kötöttél ki? Hát a sulihoz egyáltalán nem köthető, mert az volt nálunk, hogy az informatika terem, amikor kész lett, akkor már 9. osztályos, tehát általános iskolás végzős voltam. És nem nagyon engedtek be minket, mert hogy új terem, új felszerelést még elrontjuk, vagy tönkre tesszük. Gyerekek hajlamosak azért andalírozni, ugye? pontosan. Még jó, hogy az előkészítésben meg ilyesmiben segítkeztünk. Az NTGM-be való becsatlakozásom az annak köszönhető, hogy 2019 óta dolgozom médiában Kárpátalján, a TV21 Ungvár a magyar nyelvű televíziónál voltam, meg vagyok is. Kellékesként kezdtem, most már így előavanzsáltattam magam, meg a bedolgozott anyagaimnak köszönhetően riporterrél, meg néha szerkeztek is, illetve a Kárpátalja hetilap legnagyobb számban eladott magyar nyelvű nyomtatott sajtójánál vagyok újságíró. És úgy voltam vele, hogyha már csinálom néhány éve, akkor tök jó lenne, hogyha valamennyit tanulnék is, hogy még jobban menjen a jövőben, és egy barátomtól hallottam, ő operatőrnek jelentkezett ide, operatőrszakra, és utána úgy döntöttem, hogy én is megpróbálom, és kicsit pallérozódom, mint már dolgozó újságíró. Milyen jó az egy ilyen kapcsolódási pont, hogy én is ugye így voltam, hogy először elkezdtem csinálni, és utána jött az ntg hogy akkor nézzük már meg, hogy hogy kell ezeket a dolgokat rendesen csinálni. Ha választani kellene egy-két olyan dolgot, amiben már most úgy érzed, hogy az ntg adott neked, és sokat fejlődtél, akkor, akkor mit emelnél ki? Elsősorban azt, hogy alapozó újságíráson kezdtem a alapozó újságírói szakon, és ott is már rengeteg mindent tanultam a szakmával kapcsolatban. Szerintem amire a legbüszkébb vagyok, mióta itt tanulok, az, hogy gördülékenyebben beszélek, meg elég sokat javult a beszédkészségem. És hogyha olyat kellene mondani, amiben még nagyon várod, hogy tényleg tudjál magadra tapasztalatot szerezni, és amiben még fejlődnöd kell, és ehhez az NTG-en megfelelő táptalajt tud nyújtani? Ismét megemlíteném a beszédkészséget és magát a beszédfejlesztést, mert abban mindig van hová fejlődni, szerintem majdnem mindenkinek, főleg nekem is, én is hallom magamon, meg most már másokon is, hogy valamit esetleg nem úgy mondanak továbbá. A technikai felkészültség, illetve a műsorkészítés szerintem az, ami, ami még bőven rám fér, hogy van benne hová fejlődni, hová javulni. Nem kezdtük el, hogy hogyan kell megrendezni elejétől végéig teljesen egy egész komplet műsort, hogyan rakunk össze, és ez mindenféleképpen biztosan, hogy a hasznomra fog válni a jövőben. És ezeket már most is tudod akkor a gyakorlatban megfelelően alkalmazni, szóval párhuzamosan csinálod az otthoni munkakörödet is továbbra is? Összvisz kettő és fél per három stábunk van itt a TV21 Ungvártól Magyarországon. Egy stáb van Debrecenben, ők nem mindig tudnak feljönni Pestre, illetve Pest környékére, hogyha van valamilyen Kárpátaljával kapcsolatos rendezvény, vagy egy sajtótájékoztató, akkor mi megyünk innen, itt vagyunk így kb. 3 hárman, és két stábot ki tudunk tenni. Ö, Ocinak megmutatom az anyagaimat, akkor utána azt szétszedjük, vagy kiemeli az, ami jó, felhívja a figyelmemet arra, amin változtatni kellene esetleg a jövőben másképp csinálni. Hogy kerültél ide Magyarországra? Soha meg sem fordult a fejemben az, hogy életvitelszerűen Magyarországon fogok élni. Otthon végeztem az egyetemet, otthon próbáltam elhelyezkedni mindent úgy, cselekedtem, úgy csináltam, hogy segítse az maradásomat, Hál' Istennek minden jó is volt, és működött ez a dolog, több helyen is dolgoztam, megbecsültnek éreztem magam, jól el voltam otthon a többiekkel, a magyarokkal körülvéve természetesen, de átjött sajnos a háború, és nem nagyon volt otthon akkor jó kilátás, munkalehetőségi szempontból, mert elmaradtak a, a különböző kulturális rendezvények, amiről a legtöbbször én is tudósítottam, illetve a televíziónál a misorokat leállították, már csak híradó mehetett. Költségvetésvágás volt, és úgy döntöttem néhány nap, hát majdnem két hét otthon ülést követően, ugye február 24-én dörtke és március 7-én jöttem át Kárpátaljáról Magyarországra. Tervezel visszamenni, vagy hogy látod most a kilátásokat, hogy lesz rá mód, hogy az itt megszerzett tudást hazavidd, és ne csak innen tudósítóként tudjad hazaszolgálatába állítani, hanem akkor a bázist is visszahelyezd. Nekem szerintem ez volt az aduászom itt az NTGN-hez való felvételimnél, hogy én komplett tervel érkeztem ide, is. mai napig kitartok ahhoz, hogy amit itt tudást megszerzek, és illetve azért is jöttem ide. Felvértezem magam, azt majd otthon kamatoztatni. Tudjam a jövőben. Mindenféleképpen szeretnék hazamenni, és majd ö, körülnézni otthon, egy bizonyos idő elteltével természetesen, és eldönteni, hogy van-e értelme maradni, van-e kiért dolgozni még otthon, a környezet milyen lesz majd otthon Kárpátalja, mert ezt sajnos előre nem tudjuk. Mert jelenleg is a rengeteg belső ukrajnai menekült van Kárpátalján, ez kb. fél millió ember tesz ki. És a magyarság aránya így rendkívül megváltozott, és egy teljesen új környezetbe fogunk majd visszatérni Kárpátaljára. Mostanában nem jól nem működik a kristálygömböm sajnos, úgyhogy nagyon pontosan nem tudom megmondani. Természetesen senki sem tudja, lehet, hogy van valaki a világon, vagy valakik, akik tudják. Hiszek abban, hogy minél hamarabb eljön ez az időpont, hogy haza lehet menni. De még akkor sem rögtön szerintem senki nem fog sietni, meg kell várni, hogy esetleg hogyan fogják szankcionálni azokat, akik a háború kitörése után elhagyták Ukrajnát, és a többi, és a többi. Hát igen, ezt így tényleg nem tudhatjuk előre. Ha arról kellene beszélni egy kicsit, hogy szerinted milyen egy jó tévés, vagy van -e esetleg példaképed, akiből tudsz merítkezni, akkor kit mondanál, és milyen skilleket emelnél ki? Példaképemnek egyik munkatársamat, illetve közeli barátomat említeném meg, ő az M1-hez tudósít, m M1 a tudósító Kárpátaljáról, Kádebreceni Mihály. Ő rendkívül tájékozott, rendkívül talpra esett, lehetetlen helyzetekből is kihozza a legtöbbet. Minden utasítás nélkül és mindenféle segítségkérés nélkül el tudja végezni tökéletesen azt a feladatot, és tartja a hátát, illetve mindig törekszik arra, hogy a lehető legőszintébben tájékoztassa a hallgatóit, illetve nézőit. Technikailag mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza, hogyha így mondott, hogy most már szerkesztéssel is foglalkozol, hogy mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti, mert talán ez a legkomplexebb része ennek az egész folyamatnak, amikor valaki szerkesztőként átolzették tényleg felel egy adott műsornak az elkészítéséért. Számodra mi az, ami, fú, azért az megizzaszt? Műsoron belül, vagy híradon belül egy-egy anyagot, amiket szerkesztettem eddig, talán az, amikor tudom, hogy milyen mondatokra van szükségem, és akár, hogy tekerem, csavarom, csűröm a kérdést, az interjú alany nem akarja kimondani. Ha pedig esetleg megmondom neki, hogy mit mondjon ki, akkor utána sem azt mondja, vagy nem úgy, de más nehézség így nem jut eszembe. Jó szoktak sikerülni, gördülékenyen mennek a munkálatok, a helyszínen utána a vágás is. Természetesen van, aki vág helyettem, aminek nagyon örülök. Azt azért tudjuk értékelni, igen, amikor igen. nem kell a saját anyagunkat visszahallgatni. Sz szeretek is. vágni, ne, ne és félre, de én nagyon örülök, hogy az operatőr kollégám is, barátom, az, az úgy, úgy vágja meg, hogy nekem nem is kell ott ülni mellette. Nem kell elmondani, hogy milyen hangulat, illetve vágóképekkel tüzdelje tele az interjúkat, és ö, tényleg nagyon gördülékeny a közös munka. Úgyhogy nem tudnék így nehézséget. <haz> Akkor nagy, nagy az összhang, akkor mondhatjuk, hogy szerencsét van a hát Persze, hát több abban. mint tíz éve ismerjük egymást majdnem, meg tényleg elég közeli barátság van köztünk, a nézeteink is nagyon hasonlóak, tudjuk, hogy miről kell szólni egy bizonyos műsornak, nem kell szájbarágni senkinek semmit, nem tudom. Ez a határon túli, azon belül is kárpátai mentalitás, így tényleg megkönnyíti a közös munkát. Mm -hmm. De erről biztos te is tudod. <laughs> igen, igen. Én azt mondanám, hogy arányaiban itt is elég sokat dolgozok, így az otthonihoz mérten, sőt, lehet, hogy ide már többet is, akkor most itt nagyobb, nagyobb a vibe, annak ellenére, hogy, hogy itt magyarországiak vannak, de igen, azért én inkább így mentalitásban, emberileg tudnám azt mondani, hogy igen, az így elég rendesen elválik, hogy milyenek a, a külhoniak. Mert azért szerintem köztünk is van egy ilyen külön kapocs, hogy most attól függetlenül, hogy valaki felvidéki erdélyi, vagy kárpátai, vagy vajdasági, de egyébként meg magukkal a felvidékiekkel is nyilván ez egy teljesen más egymáshoz való hozzáállás, mert úgy értsük, hogy a másik mit, hogy ért, meg, meg mit, hogy él meg. Azt el tudod képzelni, hogy magyarországi médiumnál is elhelyezkedj tapasztalatszerzés céljából, mert mondjuk lehet, hogy ott szélesebb körben kapnál olyan feladatokat, amiket aztán tudnál adaptálni tapasztalat szinten a kárpátaljai munkádba? Természetesen biztosan akármilyen magyarországi médiához kerülnék, vagy dolgoznék, lenne olyan dolog, amit megtanulva majd otthon szintén kamatoztatni tudok, vagy otthon is a javamra válna, nem csak az itteni munkában. Amíg ez a suli van, addig szeretnék százszázalékosan erre koncentrálni, még, még nem is néztem munkalehetőségeket, uh -huh. szóval majd október után. Uh -huh. Akkor úgy váltani, hogy te a kárpátaiai, tehát az ungár 21 tv egyáltalán ne dolgozzál be, hanem egy kicsit csak egy magyarországi médiumnak dolgozzál, akkor az nincs, nincs terítéken. Nem, nem tudom elengedni. Tudom, hogy most amúgy ilyen kötelező leépítések is vannak az újságnál, hogy ne adják ki a nevünk, neveinket, illetve az adatokat, mármint a hat köteles férfiakról uh -huh. szólva. Tudom, hogy szükség van rám, nekem is szükség van erre a kapocsra, és nagyon szeretem csinálni. Uh -huh. Meg tudom, hogy sokan olvasnak, mama nagyon büszke rám, amikor az, az újságban látja a cikk alatt ott a szignómat, vagy ilyesmi. És ez mindent megér. Persze, amikor a nagyszülőket tényleg büszkévé lehet tenni, úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon nagy dolog az ember életében. Behívhatnának egyébként? Hivatalosan itt vagyok Magyarországon, de mint magyar állampolgár léptem át a magyar határt, és Ukrajnát nem hagytam el, mint ukrán állampolgár. Természetesen behívhatnak, nemrég volt egy ilyen uh, kormányrendelet, hogy május 21 után a külföldön élő hatköteles férfiak, ami 18 kötően 60 év közti, embereket jelent, kötelesek bemenni a külképviseletekre, a konzulátusokra, és ott lejelenteni az adataikat, hogy hol élnek, mivel foglalkoznak, stb. Remélem, hogy ezt nem fogják sokan megtenni, mert nincs túl sok értelme. Mi a cél ezzel? Egyébként az, hogy kijönnek a lakhelyedre, és akkor erőszakkal elvisznek? Vagy ezt, ezt most tényleg már a gyakorlatban én nem tudom elképzelni, hogy nem ezt hiszem, ott hogy külföldről haza cipelnének bárkit is az a céljuk, hogy minél több emberről tudják, hogy már van, illetve mit csinál, hogyha esetleg majd véget érne a háború is, valahogy szankcionálni szeretnék azokat, akik nem voltak otthon a háború idején, vagy nem tettek eleget a katonai behívásnak. Én nem fogok így bemenni. Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az ukrajnai korrupciónak köszönhetően rólam semmilyen feljegyzés, semmilyen adat nincs, semmilyen katonai nyilvántartásban. Ezért én 2017 óta egy katonai behívót sem kaptam, amivel nagyon más listának mondhatom magam, mert engem tényleg még nem kerestek sehol meg. 14-et követően mindenhová random címeket adtam meg a bank kártyámhoz például is négy, öt, hat különböző című szerepel így <laughs> hivatalosan. Nem úgy, mint itt Magyarországon, hogy uh -huh. van egy állandó, meg egy idéglenes lakcím, meg kell, van otthon, vagy öt. Jó, hát okosan kell csinálni. Most nem tartasz attól, hogyha hazamész, akkor ez majd nem el fogja ellehetetleníteni a hazatérésedet. Én úgy gondolom, hogy hogyha véget ér a háború, akkor is még fogunk várni egy, egy valamennyi minimális időt, amíg nem tisztázódik, az a helyzet, hogy ki hogyan mehet haza. Én biztos vagyok abban, hogyha azt el tudjuk, meg el tudtuk intézni, hogy elhagyjuk az országot, majd valahogy azt is el fogjuk tudni. Hát meg gondolom, csak örülni fognak azoknak, akik visszamennek. Én azt gondolnám, hogy aki már x időt eltöltött itt, és mondjuk a gazdasági helyzet miatt is úgy ítéli meg, hogy jobban megéri mondjuk itt lenni, az nem feltétlenül fog hanyat homlok haza. Mert ide azért bennetek, kárpátaiakban sokkal nagyobb ez a hazaszeretet. Annak ellenére vissza akartok menni, hogy még egyáltalán nem is lehet látni, hogy akkor ez mikor és hogyan tud megvalósulni. Akkor is ott van a céljaitok között, és nem vagyok benne biztos, hogyha például sok felvidék itt ugyanígy megkérdeznék, most nyilván nincsen nálunk háborús helyzet, de annak ellenére se akarnak sokan visszamenni azok közül, akik már egyszer eljöttek felvidékről. Először nézzük meg azt, hogy mi lesz Ukrajnával, mi marad belőle, mert szerintem a négy évvel ezelőtti térképen feltüntetett országhatárok már nem fognak úgy kinézni, hát már most nem néznek ki úgy. Lesz-e építés, vagy inkább bevetik az, az egész ország földterületét, mert ugye ott van az egész világon a legjobb termőföld, a csernozjom. Nézzük meg azt, hogy Kárpátalján mi lesz a helyzet mennyi belső ukrán menekült maradt Kárpátalján, mert most jelenleg mindenki oda vitte be, aki, csak, aki nem tudta kihozni Ukrajnából a vagyonát, illetve a különböző vállalkozását, illetve cégét, az áttelepítette szépen Kárpátaljára. Szóval oda nem csapódott még be rakéta, hál' Istennek, reméljük, hogy nem is fog, de azért kötelezőszerűen szerűen bekapcsolják a légiradót, hogy a Kárpát élő emberek is érezzék azért, hogy háború van Ezek De bár... hogy elfelejtsék egy pillanatra ez, is. Igen, ez egy hétig volt, hogy nálunk nem nagyon szóltak, mert ugye arra nem tartottak rakéták, de utána bekapcsolták. Utána hazamentünk, ha megnézzük, hogy milyenek a magyarságnak az arányai, miket tudunk csinálni. Mennyire maradnak életben azok az alkotmányellenes nyelv ö, és kisebbségi nyelv szemben, illetve mellett hozott törvények, illetve hogyan alakul addig alapból a kisebbségek kezelése egész Ukrajnában. Majd, hogyha vége lesz a háborúnak, a magyar kormány is valamilyen módon hozzá fog járulni ahhoz különböző támogatásokkal, szerintem, hogy minél több kárpátai magyart ö, arra sarkaljon, vagy arra ösztönözzön, hogy menjen haza a szülőföldjére Kárpátaljára. Az én baráti társaságomon is látom, hogy nagyon sokan már korábban otthon gondolkodtak azon, hogy el kellene hagyni Kárpátalját, és akkor Magyarországra vagy Németországra költözni. Rengeteg Kárpátalján általában ez a menő, hogy Magyarország, Csehország, Németország általában ez a három. Ö, ország, ami... Szlovákia le... semmi? Nem, nem. Hát... Akkor már mennek tovább, mi Kárpátalján a falusi, vagy a városi, magyar is, hogyha tudok, akkor megyek dolgozni magyarba, németbe, vagy csebe. Bocsi, de Sze... Szlovákiában nem nagyon. Kiestünk a pixizsből. Nem, ]ben? hát oh. Kelet-Szlovákia az kb. nagyban hasonlít oh, Kárpátaljával, mert ott egyszer csak húztak egy határt, meg régen egy ö, egység volt Csehszlovákia néven és ha meg már nyugat-szlovákiába mennek, akkor meg már mindegy, hogy a cseh ország. <laughs> nem Érthető. tudom, val valahogy így alakult ki. Mm -hmm. A cseh jobban hajaz az ukránra, és talán azért jobban, könnyebben mm -hmm. megértik a kárpátaljai emberek, mint a szlovákot. Mm -hmm. Az meg, hogy Szlovákiából, vagy felvidékről, Magyarországra áttelepült magyarok miért nem tudnak hazamenni. Nem csak... is azt, hogy nem tudnak, Ves, nem, bocsánat, akarnak. nem akarnak. <laughs> Inkább az akarat hiányzik szintén. Nem sokszor. akarnak hazamenni, az... Ez, ez kicsit beszólás lesz előre, is bocsánatot kérek. Nem baj, a bármit szabad. A kárpátai magyarság jóval szervezettebb, és ö, valahogy egységesebb nekem, mint a, a felvidéki magyarság, ezt elég, hogyha megnézzük a korábbi négy évvel ezelőtti európai parlamenti választásokon, ahogy csak 400 szavazaton múlott, hogy legyen külön felvidéki képviselője a szlovákiai magyaroknak, szóval... Mert ugye nagyon sokan úgy vannak valahogy, hogy minek szavazzak magyar úgy se kerülnek ki, és hogy de hogy akkor is szükség van arra, és ne, nem elvesztegetett szavazat, és már csak azért is, hogy megmutassuk, hogy hányan vagyunk felvidéken minden köztársasági elnök a választásakor. Most, hogy mi, akik tényleg azért az elég nagy részünk már assimilálódott, most ez nem tudom, hogy köszönhetően annak, hogy jobban szét vagyunk szóródva, nem úgy, mint Kárpátalján, ott azért nagy tömbösebben vagytok ti a külhoniak. Nálunk valamiért az alakult ki a vegyes házaságban élő Ukrán, a pároknak az ukrán részében, hogy Magyarország valamiféle kapu. A magyarság az presztízs. Mert hogyha beszélsz magyarul, akkor tudsz állampolgárságot igényelni, hogyha a felmenőid közt, vagy éppen a párod magyar, és hogyha tudsz állampolgárságot igényelni, akkor lesz magyar útleveled, és mehetsz külföldre dolgozni. Tőletek eljönni, mondjuk csak Magyarországra, akkor az egy előrelépés gazdaságilag megfizetésben, Igen. és mégis vissza akartok menni. mit hőlünk meg eljönni felvidékről Magyarországra nem feltétlenül jelent sem fizetésben, sem uh, életszínvonalban, egy jobb uh, tényleg életminőséget, és ennek ellenére nem akarnak sokan hazamenni, akkor az egy ilyen furcsa paradoxon egyébként. Hmm. Amit Igen, így, érdekes. Amit nem tudjuk, hogy miért van. Mennyire? követed egyébként a háborúnak az alakulását. Nyilván gondolom, hogy a szakmádból adódóan tájékozottnak kell lenned, de hogy mennyire olvasod el mondjuk azt, amit az ukrán média ír, amit a magyarországi média ír, vagy hát nyilván ugye mondom, amiket ti magatok készítetek, esetleg ezzel kapcsolatos tartalmat, hogy ez mennyire árnyékolja be a mindennapi vagy ez egy ilyen szükséges, rossz, vagy, vagy hogy, vagy ezzel. Bár azt hangsúlyozza a nyugati média, hogy Ukrajnában van a világon a legszebb és a legjobban működő demokrácia, megsugom, nincs úgy. A mi heti lapunknak az online felületén a Facebookon korlátoznunk kellett a hozzászólásokat, mert hogyha valami olyasmit ír ki az ember, vagy mond ki, ami esetleg szembe megy, Volodymyr Zelenszky dicső vezérünknek a, a pozitív színben való feltüntetésében, akkor eléggé nagy vegzállások is történhetnek, és volt erre több példa is. Nem írhatunk cikkben le akármit, és nem mondhatunk a híradókban sem mi dolgozók akármit, mert ha valami rosszat mondunk, vagy írunk, akkor minket is elővehetnek, és abból nem biztos, hogy köszönet lenne. Természetesen követem, nyugati médiát már mint angol nyelvű nyugati médiát nem olvasok. Ezzel kapcsolatban Ukrajnában a médiák nagy része cenzúrázva lett, és a legjobban Telegram csatornákon lehet tájékozódni a háború eseményeiről, a fronton vagy a front közelében lévő katonák, akik nem túl sokat konyítanak az újságíráshoz írnak különböző információkat, fotó, illetve videófelvételeket, amiket majd egy szebben írni tudó átalakít valamiféle híradós közlésé. Ti is csináltok ilyet? Mi konkrétan nem kapunk ilyen anyagokat, van néhány megbízható, elég, ilyen 90%-ban még igaznak is mondható telegram csatorna, ahonnan letöltögetünk videókat, illetve fotókat, illetve információkat olvasunk. Van angol nyelvű is, amelyik a a fronton történik, és van olyan, hogy mind a két oldal pakolja be oda a médiát, és vannak olyanok, hogy nem ütik egymást, mert mind a kettő igaz, csak más szemszögből van mm -hmm. bemutatva más oldalról. Tehát akkor érdekes lehet leszűrni egyébként, és eldönteni, hogy mi az, ami, amit tehát, hogy nem, nem tudod a saját, hál' Istennek, nem tudod a saját bőrödön tapasztalni, hogy egyébként ö, mi zajlik, ott csak aztán eldönteni, hogy akkor mi az, ami tényleg történik, és mi az, ami csak és mondjuk, vagy éppen csitítás. Hát akkor az így nehéz hát, dolog. van Vannak eléggé nagy túlzások itt a magyarországi médiában is. Én a mert közelebb éltem, én nem tudom, én próbálok valamennyire földhöz ragadva és reális szemmel nézni erre az egészre. Én értem, hogy fontos felhívni az emberek figyelmét a szomszédos ország területén zajló fegyveres konfliktusra, de azért nem kellene annyira nagyon durva rémisztő híreket mondogatni meg, lehozni, hogy jön tovább a gonosz orosz hadsereg, a nem tudom, a hadsereg, mindenkit. és eur egész Európát. Szerintem ettől nem kell tartani. Van egyébként ismerősöd, vagy bármilyen családtag, aki első kézből, vagy legalább úgy közvetetten tud információt szolgáltatni, amire tudsz alapozni, vagy csak a média? Nekem ilyen ismerősöm nincs, de vannak olyan barátaim, akinek távolabb rokona, vagy esetleg volt osztálytársa a fronton szolgál, vagy a front mellett, és ami információkat tőle kapunk, és ő ezt általában alá tudja támasztani és bizonyítani fotó, illetve videóanyaggal, azokat hisszük el csak száz százalékban. Uh -huh. Hát ez valahol jó is, hogy van egy megbízható forrás, meg rossz is, hogy van olyan közvetve, ismerős idézőjában, aki, aki sajnos át kell, hogy élje a frontvonalat, úgyhogy hát reméljük, hogy mi hamarabb most már vezongorázzák egymás között, aztán már valahova most már, már, már lendüljünk. Mert... Lassacskán nagy valószínűséggel vége lesz. Gondoltad volna, hogy ideig el fog húzódni egyébként? De hogy gondoltam, hát otthon ültem a tévé előtt, így karba tett kézzel, mondta az egyik barátom, illetve a szüleim is pont ott voltak ki ebből, ők hazajöttek, nekem én így megnyugodtam. Ketten maradtunk otthon barátok közül, több is rác, mindenki átjött Magyarországra, és akkor én így ültem, néztem a tévét, körbe volt zárva Kiev, na mondom, még néhány nap lecserélik a vezetőséget, beraknak valamilyen bábot, aki nem korlátozza a kisebbségű mert lényegében szerintem ez volt az első számú, illetve a túlzott Európához, illetve nato való közeledés, amit annyira könnyen ki lehetett volna játszani, hogy Ukrajna ott van közvetlen keleti blokk, illetve a nyugati blokk között. Egy átjátszó államként még többet tudtak volna lopni, mert még több pénz folyt volna be az országba, de én tényleg azt gondoltam, hogy nem sokára véget ér, és véget is ért volna szerintem, de utána felajánlották az ukránoknak, hogy adnak pénzt, és küzdjetek, harcoljatok. Ami egy szerintem egy nagyon-nagyon rossz döntés volt, és több millió ember életét közvetetten, és még többnek közvetlenül tette tönkre ez az Egyszerűen érthetetlen testvérháború. Istenem. Hát ezt szomorú így hallani, egyébként, hogy most már másoknak érdekük, hogy ez minél jobban elhúzódjon. Ah, oké, hát akkor bízunk a békében. Igen, <laughs> reméljük, reményük, reményük, hogy minél hamarabb béke lesz. Igen, és hogy haza tudsz térni, amikor a körülmények megfelelőek lesznek, és akkor onnan fogod tudni az NTI-en alumni diákjainak a táborát erősíteni, és, és sikerre vinni azokat, amiket itt tanultál nálunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy őszintén megosztottál velem. Még olyan dolgokat is, amiket előzetesen nem gondoltam volna, hogy meg fogok kérdezni, meg témába fognak jönni, úgyhogy köszönöm szépen. Ez a pop én köszönöm neki. És köszönöm. majd várunk sok szeretettel minden ntg Jelenlegi múltbeli, illetve jövőbeli diákot kárpát egy kis terep gyakorlatra, majd ha mi is van lesz. Amúgy az nagyon jó lenne, mert én még sose voltam, én még csak urbán legendeket hallottam, hogy milyen csodálatos ez a kárpáta és meg kell nézni, és még sose voltam, úgyhogy szavazom. Amiket foglak. hallottál szoroz be kettő. <laughs> <és ez újra. gül> Oké, okay. legyen így, legyen, legyen egyszer erre lehetőség, úgyhogy köszönöm még egyszer. Köszönöm. Köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk legközelebb, és jövünk még külhoni diákokkal, magyarországi diákokkal, próbálunk mindenféle entégénes tapasztalatot és élettörténetet megosztani, úgyhogy reméljük, hogy hallgatni fogtok minket legközelebb sziasztok!